Király János vagyok. A végzettséget is mondom, mezőgazdasági gépészmérnök, tehát csak csodálattal hallgatom önöket, de az utóbbi nyugdíjasként most nagyon érdekelnek az új dolgok, több időm is van, és elmondom, hogy a kérdést mondtam. Mindnyájan egyetértettek, és a Kissingerrel kapcsolatban, hogy a, hogy is fogalmaztak, hogy a kultúr, tehát a minősége azoknak a politikusoknak, hát nem csapnivaló volt, tehát finoman kellene mondanom, de ennek a tartalmát, tehát ennek a kulturális tartalmára, arra az eszme történetre és áramlatra lennék kíváncsi, ami meghatározta Wilson, Clemenceau, Lloyd George-nak a működését. Megmondom, ennyi lenne a kérdés, de ha van még egy türelmük, tehát egy perc, megmondom, hogy milyen aspektusból. Új aspektusból. Érzik a gól. Ez véletlen. Láttam egy National Geographic filmet, angol. Találós kérdésként nekem az volt, nem tudom, hogy itt hányan tudjuk, hogy Japán részt vette az első világháborúba, és ott volt-e a békeszerződéseknél a tárgyalásoknál. Igen, tehát Japán részt vett az első világháborúba, sőt Versailles-ban ott is voltak. Először még a japán miniszterelnök is elment, de mikor látta, hogy itt európai dolgok forognak elsősorban fönt, akkor ő visszament. Most van egy japán professzor, azt mondja, aki nem tudom milyen ösztöndíjjal most itt Budapesten kutat, a nevét nem tudom milyen asszonynak hívják meg, hogy melyik intézmény hívta meg. Annyit tudok róla egy ilyen információn keresztül, hogy ők most ezzelrel dolgoznak egy olyan könyvön, hogy a japán békedelegáció a szerepe a trianoni béke megalkotásában, és talán 2020 tavaszán akarják kihozni. Én keresem vele az aktív kapcsolatot, de nem találom, de ő ténylegesen itt van most Budapesten, és itt alkot. Nagyon érdekes, nem megmondom miért, mert a film szerint eredeti felvételek voltak, a delegáció japán sértve fölállt, mert nem teljesítették ezt az emberi minőséget reprezentáló nagyhatalmak két kérésüket. Egy, földhöz ragadt dolog volt, hogy területi, annyira nem érdekel, de amit a utána következett, az engem melbevágott, és utána néztem, nem ismerték, a japánok kérése volt, ismerjék el a nagyhatalmak, az antant őket egyenrangú nemzetnek. Tehát, aminek én utána néztem, és erősítsenek meg, vagy sem, még egy Richard Evans nevű történésznek jelent meg egy a harmadik birodalom története, ahol 1840-től ment Hitlerig, eszmetörténeti dolgokat is tartalmaz a konkrét dátumokon kívül, és úgy érzem, hogy be vagyunk rezelve, nem mondjuk meg, érthető, a béke emberei, akinek ezt meg kellett volna csinálni, abszolút szociáldarvinisták voltak, finoman szólva szociáldarvinisták, magyarul magyarul prenácik voltak, igen. Ha így vesszük. Kriptonáci, igen. Mindenképp. Na most ezt valahogy elhallgatjuk, és szerintem ez elképesztően döntő, mert nem értjük meg a saját helyzetünket se, hogy nem hallgattak meg minket, se így, se úgy, oda se hívtak. Tudomásuk kéne venni, hogy minket egy keleti hordának tartottak, másodrangúnak. Nem Hitler kezdte, ők. Na most ebből erre több bizonyíték és történelmi mű is van. Még úgy látszik, hogy az angolokban is kezd fölmerülni a lelkiismeret furdalás, de nyilván, hogy nem véletlen, hogy ez a film is éjjel egykor ment. Tehát ezt nem mondjuk. Mennyire van ebbe igazam, hogy, illetve amit mondtak, hogy az emberi minőség, miért nem tesszük le az asztalra,
még utána tovább mentem, a németeket, a árja, a fajelméletre minden, az angol John Stuart Chamberlain, nem a miniszterelnök, de dokumentálhatóan ez az ember költözött át Németországba 1890-ben, és tanította őket. A fajelméletet pedig, kifacsarva Darwinnak az elméleteit, már a francia Gobineau alapozta meg. Szintén dokumentált, történész, kultúrtörténész szakma szerint elismert. Akkor... Mi a kérdés? Ez, hogy miért nem tesszük ezt, tudnék egész másképp lehetne történelmi dolgokat magyarázni, ha tudnánk, és egész másképp kellene, vagy lehetne Hortit megítélni. Tehát semmi közünk nem volt a magyaroknak és Hortinak a zsidó törvényekben és a holokausztban, mert a holokauszthoz nyíledenesen vezetett ez a szociáldarwinista szemlélet és kultusz és irányvonal. Ez számomra jelen pillanatban egyértelmű. A kérdés, hogy ezt jól látom, megfelelő súlyán kezeljük-e ezt a dolgot, vagy sem, végig kellene gondolnia, vagy sem. Röviden én annyit mondanék, hogy a szociáldarwinista gondolkodás rettentő erős volt a két világháború közötti Európában, tehát az egy teljesen általános elképzelés volt a politikusok részéről, hogy a nemzetek versengjenek egymással. Egyébként ezt hozzáteszem, Magyarországon is erős volt, tehát Klebersbergnek a sokat hangoztatott kultúrfölény elképzelése, ami egyébként nem Klebersbergtől származik, bármennyire is neki tulajdonítják, már Vlasics Gyula használta a 19. század végén. Ez ugyancsak szociáldarwinista alapozású volt, és ugyancsak azon alapult, hogy a népek versengenek egymással, és ebben a versenyben azok kerülnek előbbre, akik a kultúrára, a tudományra nagyobb összegeket áldoznak. Tehát ez a gondolkodás, egy magyar példát hoztam, de egész Európában él, az első világháború alatt és után is. Na most a zsidó ellenes törvényhozással kapcsolatban azért én azt nem mondanám, hogy semmi köze a magyarokhoz, magyaroknak ehhez, mert 1938-ban, 39-ben, 41-ben a bizonyos három zsidó törvényt magyar kezdeményezésre hozzák, még ha érezhető német nyomás is különösen az utolsónál. Az elsőnél vannak történészek, akik azt mondják, hogy egyáltalán nincs német nyomás. Én nem így látom, már a 30-as évek közepétől, 36-tól, 37-től magam is kutattam a német külügyi levéltárban, ezért merem ezt mondani. Direkt nyomás nincsen, de közvetett annál több van. Tehát azért itt a magyaroknak igenis van szerepe, és sajnos Endre László, Baki László gazemberek voltak, és ők hajtották és hajtatták végre a magyar közigazgatás hatató segítségével a deportálásokat. Ebbe a németek alig-alig vettek részt, úgyhogy ez sajnos így volt. Két apró megjegyzés, hogy az Aponyi beszéd környékén, az 1920. január 10. Aponyi beszéd környékén van egy nagy vita, hogy jó volt ez a beszéd, vagy rossz volt ez a beszéd, és a beszédnek a középső részén van egy nagyon markáns része, ahol Aponyi a magyar kultúrfölény elméletet ugye fejtegeti, és amikor a történészek erről vitáznak, a történészek egy része azt mondja, hogy ez nem is volt olyan rossz, sőt, ez kellett ez a magyar kultúrfölényes részben, mert az angolok meg a franciák, ahogy bántak mondjuk az angolok Indiában, az indiaiakkal, meg hogy a franciák bántak a franciákkal, ők pontosan értették, hogy mi ez a kultúrfölény. Mert igazából, hogy Aponyi jó urokon járt a kultúrfölényről. A másik megjegyzés pedig, ez a szó most nem hangzott, hogy eugenika, de ugye most azért a bűnő nagyon sok helyen kiborul, mert nekünk még középiskolában talán néhány szóval úgy tanították, hogy a eugenika az egy német és egy fasiszta dolog, és ugye azt a hitelé gonosz módon lemészárolták
elmegyógyintézetekbe ugye a nem fajtisztárákat. Most azért a bili borulásában azért látszik ám, hogy ezt a nagyon svédek is megcsinálták, meg Kanadában is megcsinálták, meg az USA-ban is megcsinálták, ugyanakkor, amikor Hitler csinálta a dolgokat. Tehát gyakorlatilag az ön alapkérdésére visszatérve, a szociáldarvinizmus az gyakorlatilag az egész világon abban a korszakban kőkeményen működött. Sőt, a szovjeteknél is volt ezzel kapcsolatos. Igen, jó, az is másik. Bár nem, tehát most nem a durvára gondolok, és nem humorizálni akarok, hanem hogy ugye a szocialista embertípus, mint az igazi. Tehát volt ennek egy ilyen része is. Eugenikai cikkek a 20. században is megjelentek, ami ugye a polgári radikálisok fórumna volt. Tehát sőt, ez a Teleki is azért most meg a Teleki maga is írt ilyeneket. Igen, van-e még kérdés, mert hogyha nincs, akkor... Én... Igen, de akkor lehet rövid? Nagyon. Mert nekünk itt ezt a termet át kell adni. Nagyon gyorsan mondom. Tehát arra, hogy a magyarok mennyire voltak ezzel a sem. Én most csak... Csak a kötekedés kedvéért. Tehát én most 70 évesen miért ne kreacionista katolikusnak vallom mondjuk magamat itt most, hogy tudjunk vitatkozni. Azaz számomra a világ teremtett. Isten által teremtett. Én katolikus, a darwinisták az Oxfordban, amikor ismertették a elképzeléseiket, kirögték a katolikus püspököket, hogy amikor az a közismert válasz jött, hogy lehet, hogy a majomtól származunk, és erre a katolikus püspök hódbután azt mondta, hogy lehet, de csak önnek. Na most, ha én politikailag és eszmetőtelek azt mondom, hogy én katolikus vagyok, az én nézetrendszerem szerint és a katolikus Magyarország szerint semmilyen körülmények között nem nyerhetett volna teret a fajelmélet és a szociál darwinizmus, akikkel most röhögünk. És én ezért mondtam azt, hogy nyíl egyenes út ment Darwintól félre, hogy félreértették, és ebben nyakig benne volt a magyar Klebersberget messze megelőzve, Gerő András tart róla előadást, hogy a cionizmus szintén ilyen erre alapozott fajelmélet volt. Most tehát ebbe lehet, hogy Aponyi és a magyarok is benne voltak, de a megkésettségünk miatt abszolút nem játszottunk benne vezető szerepet. Én katolikus pedig pláne nem. Köszönjük. Jó. Én azt mondom, hogy gyűjtsük össze az összes kérdést, akkor fáradj. Persze, hogy fáradj ide ki, és akkor tedd föl. Mert én összefettem, hogy ha valakinek van kérdés, akkor most, jó? Tegye föl. Csak egy rövid kérdés, ami tényleg kérdés a tárgyakhoz. Hát egy leegyszerűsítve, hogy trianoni békeszerződést hogy tudtuk volna elkerülni, vagy legalábbis mérsékelni 19-20-20-ban, ameddig erre lehetőségünk volt. Gondolok három triviális dologra, és kíváncsi vagyok a válaszukra. Tekintettel egy olyan elemi lépése, hogy mondjuk nem írjuk alá és feláll a küldöttség, vagy a világháború végén, és ezeknek mi az esélye, és mi lett volna a rövid következménye, ha ez belefér az időbe, illetve hogy a hazatérő, világháborúban hazatérő katonaság a hátországban megszervező, legalábbis olyan védelmet nyújtott volna nekünk, hogy mondjuk a megszületendő kisantantnak a megszállási törekvését tudtuk volna mérsékelni, és így erősebb színmagyar területekre vonatkozó mondjuk tárgyalási potenciált tudtuk volna felalkotni. Tehát, hogy ez hogy megvalósítható lett volna, ha egy időgép segítségével esetleg most így visszatudnánk menni. Köszönöm szépen. Nem vagyok szakértő, de én úgy tudom, hogy ha nem írjuk alá a békeszerződést, akkor a jugoszláv hadsereg az már készen állt arra, hogy Magyarországra bevonulja. Nem, a jugoszláv. Én csak közben az történt, hogy akkora volt a cirkusz meg a káosz a szerb-horvát királyságban, hogy erre a hadsereg alkalmatlan volt. Tehát az első ötlet az az volt, hogy a jugoszlávok vonulnak be. Tehát megszállják az országot, ha nem írják alá. Aláírták, az a másik. Igen, alá kellett írni, és ezt látták a korabeli politikusok is. Amikor ezt meg lehetett volna akadályozni, az
1918 vége novemberre, decemberre volt. Ott is figyelembe kell venni azonban valamit, mielőtt Károlyt rögtön le hazaárulóznánk, mert nem volt hazaáruló, egy nagyon tehetségtelen politikus volt, pocsék politikus volt, de hazaáruló nem volt, ez nem igaz. Ő teremtette meg ugyanis a revíziós propagandát, tehát a nem-nem soha plakát Jeges Ernőtől 18 végén megjelenik már. A Teleki Vörös térképéhez ő ad anyagi támogatást először, és lehetne sorolni a dolgokat, de tehát 18 végén lett volna erre lehetőség, azonban az, hogy leszerelik a hazaérkező katonákat, annak is volt abszolút racionális alapja, ugyanis 18 novemberében Magyarországon jóval több erőszakos bűncselekmény történik, mint a kommun idején vagy a fehér terror idején együttvéve. Csak egy hónap alatt, és ez annak köszönhető, amit Géza mondott, hogy sokan nem adják le a fegyverüket, és rémséges állapotokat teremtenek egyes vidékeken. Most ennek megfelelően nagyon nehéz volt eldönteni, hogy mit tegyünk a katonákkal, mert nem lehetett őket, nagyon nehéz lett volna őket egységben tartani, és ilyen szempontból nem biztos, hogy a legrosszabb az volt, hogy leszerelték őket. Tehát nagyon nehéz helyzetben voltak Károlyék is, ezt is figyelembe kell venni. De esély akkor lett volna rá. 19-ben a kommun idején már nem nagyon volt erre esély. Bárhogyan is megkísérelték ezt. Igen. Tehát 18 őszén lett volna esély, akkor nem, akkor az esély a magyar politikusok nem értek, és onnantól kezdve az esélyre szállt. Tanáró? Nekem egyetlen egy, tehát nekem ami piszokó szimpatikus, hát, meg ugye, ugyanaz, tehát hogy akkor lett volna esély, utána Kumbéla, hát ugye hát a buknia kellett, aztán utána pedig hát jött Horthy. Uh-huh. Jó, csak ugye mi térnek haza, most tessék elképzelni, hogy térnek haza a frontról a katonák, román hadseregnek a szervezése úttört. Tényleg az ember nehezen tudja feldolgozni, hogy 20 ezer katonával el lehet foglalni Erdélyt. 20 ezer katonával vonultak be, ez kezdetben volt 20 ezer, 1918. decemberében, mert úgy zajlik a román katonaságnak a felfegyverzése, megérkeznek a brassai pályaudvarra a katonák a frontról, és átöltöztetik őket a monarchiának az egyenruhájából, a román hadseregnek az egyenruhájába, és onnantól kezdve ők román katonának számítanak. És folyamatosan töltik föl, fegyvert kapnak a kezük, elképesztő tűzerővel rendelkeztek, mert a franciák azt biztosították a számukra. A Kratochvil, aki ugye az erdélyi hadsereget gyakorlatilag vezeti, a Székely hadosztály képében, az lőszergondokkal küzd. Végig és egyfolytán. Tehát a lőszer, amihez hozzájutnak, ahhoz úgy jutnak hozzá, hogy feltörik a monarchiának a raktárait. Meg különben nincs a románoknak, meg éppen azért, hogy a szovjetekkel szemben fel tudják őket használni, háromszor annyi fegyverük van, mint amennyi kéne. Tehát el vannak belőle látva rendesen. Nálunk pedig ugye megérkezik a katona, lefegyverzik, és nem adnak a kezébe fegyvert. De hozzá kell ehhez venni, hogy az Ó-Romániában élő románok 17-18-ban nem harcolnak szemben a magyar bakákkal. Tehát vegyük figyelembe, négy éve a fronton vannak a magyarok. A románok eleve később kapcsolódnak be, és nagyon rövid ideig vannak benne a világháborúban, hiszen viszonylag gyorsan leverik őket. Jó, most én arról beszélek, hogy megérkezik a magyar baka, ugye, talán Marosvásárhelyre. Nem Kolozsvára, hanem a keleti pályaudvarra. Akkor mondjuk Kratovil. A Kratovil most az a kérdés, igazából a történészek ezen vitatkoznak, hogy ugye két markáns álláspontot látok. Az egyik markáns álláspont az, hogy a hazatérő katonák alkalmasak voltak arra, hogy átszervezve ellen tudjanak állni. A másik álláspont pedig az, hogy mindenféleképpen meg kellett őket szerelni. Most a Kratovilt szokták arra példaként hozni, hogy alkalmasak lettek volna. Tehát a Kratovil ugye hazaérkezik a keleti pályaudvarra, zárt alakzatba, sisakba, fegyverrel, a nem is tudom, 41-es számú nagyváradi ezred. A Kratovil bemegy a hadügyminisztériumba és azt mondja, hogy hallom, hogy itt jönnek az ellensek, tessék engem oda vezényelni, vagy a Csehszlovák, vagy a
vagy a szerbek ellen, és egyszerűen a Kratovét leküldik Nagyváradra, ott van egy ilyen nagy csinnadarat, a fehér ruhás szűzlányok, meg mindenféle ilyen nagy ünnepés, és ott Nagyváradon a Kratovi alól kiveszik a hadosztályt, és lesz, az ezredet is leszerelik, és a Kratovira törzsével átmegy, gyakorlatilag 20 emberrel, tisztekkel, hadnagyokkal, akkor megy át Kolozsvárra, mint a szervezendő 5. erdélyi katonai körzetnek a parancsnoka, és akkor Kolozsvárra megérkezik, hogy kb. 20-an vannak a tisztikarával. Tehát a Kratovir történet az arra történt, hogy lehet, hogy a Kratovira alkalmas lett volna rá. Most, amit a Révész Tamásnak hívják a kollégát, ugye? A Révész Tamás pont az ellenkezőjét állítja, hogy az ellenkezőjét mondja, a Révész Tamás azt mondja, amikor a magyarok jöttek haza, akkor az összes vasútállomás, mert a magyar katonák a vasútállomásokon megálltak, és ugye ez egy monarchiabeli szokás volt, hogy a vasút állomások környékén voltak katonai raktárak, és ugye a katona az nagyon szeret dohányozni, és a dohányzás miatt föltörték az összes raktárt, és rendes rablások voltak ezek a megérkezések a vasútállomásra, sőt még valamelyik kollega olyan talált, hogy a hatospari volt, még egy olyan forrást is előtalált, ahol a tisztek, az ezrednek a tisztjei bent ültek a vagonba, és ott remegtek, hogy a katonáknak a jelenük forduljanak, mert nem mertek kiszállni a vagonból, mert a katonaság annyira el volt szabadulva. Most nyilván egy jövendő történész kutatási projekt lehet az, hogy megnézni, hogy ténylegesen hány vasútállomáson volt ilyen típusú rablás fosztogatás, illetve azt megnézni, hogy ténylegesen hány olyan ezred volt, aki viszont kompaktan haza tudott jönni, addig a vitát nem tudjuk eldönteni, mert nyilván, hogy mind az A, mind a B álláspontra lehet találni példákat. Amit én, és ez a jegyzőkről még egy adatot mondanék, hogy van egy Nagy Szabolcs nevű kollégánk, ugye Veszprémiből vagy? Igen, Veszprémiből. Nagy Szabolcs nevű kollégánk a Veszprémi levéltárból, múltkor egy székesvári konferencia szünetében beszéltünk erről a rablásos, most a jegyzőknek ugye a kérdéséről, hogy megint ott az a álláspont, hogy nagyon sok jegyzőt agyonvertek, a másik álláspont az meg, hogy ezek csak ritkaságok voltak ezek a történetek. Ő Veszprém megyei levéltárosként a Veszprém megyei dolgokat nézte meg, és azt látta, hogy Veszprém megyéből nagyon kevés településen volt, ahol a jegyzőt valamilyen szempontból felelősségre vonták, és a dolgot még jobban meg kell csavarnunk ebben a történetben, mert nyilván külön kell venni mondjuk a mai trianoni Magyarország színmagyar területeit, és külön kell venni 18 őszén a szerbek, románok és a csehszok által megszállt részeket, mert nagyon sok helyen például most nem is tudom milyen megye volt ott lent, azt mondja, Krassó-Szörény megye román megszállása címmel készült egy könyv még a Horthy korszaknak a legelején, csak most nem biztos, hogy Krassó-Szörénynek a végnapjairól van szó. Ott az akkori szerző nyilván azért némi tendenciával kimutatta, hogy a román parasztok verték agyon a magyar jegyzőt, tehát abban a vármegyében a jegyzőkérdés az nem a háborúban függött össze, hanem kimondta a nemzetiségi színezőkről között. De mondom, ezeket mind végig kéne kutatni, hogy gyakorlatilag minden magyar vármegyében meg kell nézni, föl kell dobni egy térképre, és akkor el tudnánk ezt a kérdést dönteni. Még egy mondatot ehhez, azt, hogy a hazatérő csapatoknak majdnem az 50%-a nemzetiségi volt, tehát ez egy alapprobléma volt, már csak emiatt is roppant nehéz lett volna egybe tartani, hiszen egy román nyilván nem küzdött volna a magyar határokért, ez teljesen abszolút elképzelés. Jó, nekem még annyi egyébként ezzel kapcsolatosan, hogyha így visszagondolok az egykori, mert ugye a történésznek erre is azért kell, hogy legyen egy bizonyos intuíciója, tehát ugye visszagondolok arra, hogy megérkezik a keleti pályaudvar, ugyancsak mondjuk az egyik ilyen egység a frontról, zárt alakzatban, és ugye le akarják fegyverezni, és eszünk ágában is leadni a fegyvert, felrakják a géppuskát a tetőre, és azt mondják, nem engedtek tovább, akkor lelődünk benneteket, és mennek tovább. Tehát, hogy erre is volt igazából példa, és hogy ezt az ember miként értékel, vagy mit lehet ezzel igazából kezdeni, mert van ebben egy ilyen kis partizán romantikával kapcsolatosan, ugye azt tudnunk kell, hogy ezeket hogy a Szovjetunióban, azokat, akik ugye a bolsevikoknak, a vörös hadseregnek az oldalán harcoltak, ezeket agyonlőtték a kezdetben, és csak később jöttek rá, tehát később alakult az ki, hogy igazán a partizánok azok a vörös hadseregnek tulajdonképpen a kiterjesztett keze, mert egyébként tilos volt megadni magukat.
tehát az irregularitásnak a történelmi szerepe mekkora lehetett volna mondjuk így, hogy 18 végén esetleg. Ezt hogyan látjátok, mint történészek esetleg? És akkor legyen ez a záró kérdés. Hát történt, ez most megint egy nagyon, hogy most akkor a Rongyos Gárdát minek tekintjük. Hogy most arra mondjuk, ugye, mert azért most a teljes konstrukciót azt nem tudom, de gyakorlatilag a Prónai Pál ugye az a nemzeti hadseregnek a tisztje, ott van Siófokon, meg a Hortinak a parancsait végrehajtja. Én most azt nem tudom jogilag, hogy hogy néz ezt, amikor Prónai megjelenik a nyugati határszélen, és elkezdi szervezni a Rongyos Gárdát. Én úgy tudom bele, hogy majd a Gábor kijavít, hogy akkor Prónai nem tagja a nemzeti hadseregnek, hanem Prónaival azt játsszák el, hogy ő le van szerelve, és leszerel tartalékos, nem tudom miként, főadnakként szervezi a Rongyos Gárdát. És akkor most... Hát igen, ez hogy most partizánok, vagy nem partizánok? Tehát ő nem, tehát partizánok, tehát nyilvánvaló. Tehát azért is mondta a franciák ismert meg a többieket, mert ők aztán 38-ban ugye a Rongyos Gárda tagjaiként ugye Kárpátalján bevetésre be is vetik őket. De hát az tulajdonképpen a magyar kormánynak a meghosszabbított keze, akkor már. 19-et követően 21-ben nem erről van szó. Próbálják igazából elmismásolni azt, hogy a kormánynak bármiféle köze lenne hozzá. Úgy néz ki egyébként, hogy van. Tehát informálisan, hogyha lehet így fogalmazni. Hát a rajtabánságos történet ez pont arról szól. Tehát arról szól, hogy ugye a magyar tárgyalóközösség Velencében olasz közvetítéssel próbál megegyezni az országokkal, miközben ugye a magán a határszélen ugye a Prónai kikiáltja a hajtabánságot, és a mai napig ugye ez vita is pontosan nincsen föltárva, hogy a Prónainál a gyógyszer elgurult és a saját magától csinálta, ugye Szortékkal le volt egyeztetve, és igazából Prónai volt az, aki a nyomásgyakorló szerepet eljátszotta. Ezt valószínűleg sose tudjuk eldönteni, hogy a két forgatókönyv közül melyik az igaz. Jó, van az uraknak hozzáfűzni valója? Bármi is? Csak annyi, hogy a olasz front, ugye, tehát a pillanat. Júniusban hatalmas nagy támadás, elfoglaljuk Veronát, visszajönnek, és elindítják őket Magyarország felé, úgyhogy meggondolatlanul. Tehát ugye ott voltak olyan kísérletek, hogy megtartani a hazaküldendő hadseregnek a regularitását. Csak ez a regularitás, ez nem történik meg. Szemtanúk mondják, falunbeli régi vakák, hogy ők maguk mondták, hogy nem szabad ilyen banda módjára elereszteni, főrakni őket a vonatra, aztán elengedni. A csehek azok így volt, hogy mondják, hogy a csehek így meg úgy, hogy kirabolják a raktárakat. Nem, tulajdonképpen nem olyan tehetnek róla, mert maguk a parancsnokok, tehát a vezetés hiányzott már akkor, és hiába kérték a bakák sok helyen azt, hogy tartsanak bennünket egybe. Nem figyeltek oda. És akkor egy ilyen, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mint egy ilyen csűrhe, ment végig a vasútvonalon, ugye Horvátországon keresztül, hozzáértek Pestre, és akkor történt, ami történt. Érdekes, hogy a tanácsköztársaság alatt aztán ezt jól megcsinálták. Tehát a Vörös Hadseregnek a toborzása, az ott abban voltak professzionista elemek. Sorozás volt. Tessék? Sorozás volt. Sorozás volt, és abban volt sorozás, hogy arra tulajdonképpen arra kényszerítették őket, hogy legyenek katonák, hiszen ha nem lettek azok, ez jó részt úgy történt, hogy majdnem mindenki akkor szakszervezeti tag volt, mert akkor kaphatott élelmet, a családját akkor tudta eltartani, és az sorozások úgy történtek, hogy bementek a gyárakba, mindenkit, minden szakszervezeti tagot, majdnem 100%-ban azok voltak, felszólítottak, hogy csatlakozzon a tanácsköztársasághoz. Nem nyíltan, de egyébként hozzátették, hogy különben a családotok döglik meg. Tehát mondhatjuk azt, hogy kényszersorozás volt ilyen szempontból. Nagyon szépen köszönöm. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy vannak itt plakátok, tehát hogyha valaki el akar belőle vinni, az azért van, hogy vigyék el. Plakátolják ki, ez ugye arra mozgósít, van angol nyelv, letölthető egyébként a honlapról, de mondom, itt természetben el tudnak belőle vinni. Na azért mondom, mert egyébként ez sokba kerül, tehát ha valakinek nincsen oda haza egy színes nyomtatója, akkor ezt nehezebb kitölteni. Még egyszer mondom, november 25-ig lehet az újaspektus@gmail.com-ra beküldeni a kisfilmeket,
mozgósítsák rá az ismerőseiket, barátaikat, akik erre hajlandóak, és sok szeretettel látjuk önöket a legközelebbi alkalommal, amikor ez valamikor a női békének az aláírása környékén lesz, amikor csak és kizárólag a díjakat osztjuk ki, az egy ilyen kisebb, mondjuk így, hogy rendezvény lesz valószínűleg itt a Kossuth klubban. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtak.